úgy kapcsolódok a vitorlásporthoz, hogy vitorlázok, és oktatok gyerekeket, meg felnőtteket lézerhajóval. Hát igen, valahogy így próbálom visszaadni azt, amit a vitorlázástól kaptam, hogy szervezek ilyen női regattákat. Vagyis hát, hogy egyet. Pár évvel ezelőtt kezdtem el vitorlázni, és most már versenyzőként vagyok olyan szerencsés, hogy részt vehetek ebbe a csapat sportba. Én vitorlás versenyeket szoktam fotózni. Igen, elég régóta már. 2005-ben voltam először versenyen, és 2006-ban talán már az egész szezont végigfotóztam. Hétfőtől péntekig irodista vagyok, szombat-vasárnap még vitorlázó vagyok. Mostanában főként zsűriként tevékenykedem, illetve eredményt számolok, illetve befutót szoktam írni főként. Meg ott segítek, ahol tudok igazából. Szerintem én vagyok a legidősebb befutóíró az egész Magyar Vitorlás Szövetségnél. Nekem ez egy hobbi, egy új hobbi, amit igazából idén kezdtem el, de már nagyon régóta éreztem, hogy nekem ez nagyon jó lesz. Én most itt a szerelmese vagyok éppen a vitorlázásnak. Többféle hajón voltam, nagyoktól sok mindent megtanultam, nem vagyok profi, még tovább, tehát mindig van tovább fejlődni. Hát egy sportoló vagyok, 5 éve, és animérián vagyok fordekes. Jelenleg kormányos. Az Adrián hol mancsapt, hol kormányos. Egyébként a Four Ladies Cup egyik alapítója. Csapatokat rakok össze, női csapatokat. Próbálok minél több hölgyet behúzni a vitorlázásba, és bátorítani, hogy csinálják.